Nagy elismerés, egyben nagy felelősség a közelmúltban elnyert Virágos cím Gyula számára. A város egyfajta kivételként 6 éven belül másodszor is győzni tudott, ez pedig azt jelenti, hogy a legjobbak közül is kiemelkedik. A díj azt is jelenti, hogy adott a következő feladat. A település készülhet a nemzetközi zsűri jövő nyári látogatására. A Városháza című műsorban kiderült, ez a felkészülés már meg is kezdődött. Útvonalakban gondolkodunk, merre fogjuk vinni a zsűrit, mert nem csak a belvárost kell megmutatni, hanem olyan érzésük kell legyen, hogy ők bejárták a várost. Úgyhogy már készülnek a térképek, megállóhelyeket tervezünk, ahol egy-egy ponton valamilyen témát fogunk kifejteni. Úgyhogy utcákra lebontva már egy felkészülési feladatsort össze is írtunk, és az őszi telepítésekben már próbálunk is ennek megfelelni. Úgyhogy egy bizonyos összeget már meg is találtunk erre ennek a feladatnak az elvégzésére. Görgényi Ernő polgármester kiemelte, elégedettek az elért eredményekkel, de a feladat nem ért véget itt, helyt kell állni a nemzetközi mezőnyben is. A 2007-es első helyezés és ezt követően az Anton Floral Europe versenyben elért ezüst minősítés során számos olyan építőjellegű kritikát, jó tanácsot kapott a város, amelyet azóta is a szakembereink igyekeznek felhasználni és beépíteni, és most is ezen vagyunk. Tehát tudjuk, hogy mik a hiányosságaink, tudjuk, hogy mi kell még javítani, elég, ha csak ezt a virágosítási kérdést vesszük, mert még számos más területen is természetesen vannak olyan hiányosságok, amiken a városban javítani kell. A nemzetközi versenyen más lesz a szempontrendszer. Itt a virágosítás nem esik akkora súly alatba, mint a hazai megmérettetésen. Fontos lesz viszont az épített és a természeti környezet viszonya, a kommunikáció, a környezettudatosság és a megújuló energia hasznosítása. A városban most zajló fejlesztések során ezen szempontokat is érvényesítik. Az épületek, amiket felújítunk, azok mindig energetikai korszerűsítésen is keresztül mennek, és több esetben megújuló energiákat használunk az épületek fűtésére, nem pedig gázzal fűtjük ezeket. Ilyen például a Kohán képtár, ilyen például a kastély, ilyen például a várfürdőnek az új élményfürdője, vagy ilyen az Erkelház. A város főkertészét megkérdeztük arról is, milyen virágokkal próbálják meg lenyűgözni a nemzetközi zsűrit. Hasonló lesz az elképzelés az eddigi évekhez, mint az eddigi években. Ugye nyilván egy adott virágágyásnak számít, hogy az mennyire árnyékos, napos, milyen körülmények vannak, milyen adottságokkal rendelkezik, és hasonlóképpen fogjuk tervezni, mint az eddigi években. A 12 európai ország 25 ezer települését, ezek összesen közel 55 millió polgárát felvonultató nemzetközi verseny zsűrije, tehát jövő nyáron látogat Gyulára. A döntőt 2014 őszén rendezik meg 100 Halombattán.